Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Lólépésben sakmagazinban. Az előző adásunkban Péterrel bemutattuk a megye sakkozóinak legutóbbi értékes partijait, tudósítottunk a megyei csapatbajnokságnak az ötödik fordulójáról és az NB2 hatodik fordulójáról. Előző adásunk óta nem zajlott újabb forduló, és olyan sakkverseny lebonyolítására sem került sor, amelyen megyénk sakkozói részt vettek volna. Úgyhogy azt beszéltük Péterrel, hogy a mai napon partikat fogunk bemutatni, amelyekkel önöket szórakoztatjuk, illetve esetlegesen még egy-két sakkbeli fogásra, törvényszerűségre, szabályra, sakkelvre, még akár taníthatjuk is a kedves nézőket. Az előző adásainkban minden esetben olyan partikat mutattunk be, melyeket megyénk sakkozói játszottak, illetve nyertek és kiváló teljesítményt nyújtottak. A mai adásunk első partija egy olyan parti volt, amelyet elvesztettünk ugyan, viszont egy rendkívül érdekes és bonyolult parti volt. Egy cselljáték volt, amelyet egy miskolci kiválóság tudott megnyerni megyénk csapatának kiválósága ellen. Egy izgalmas mérkőzésen zajlott ez a parti. Én is szemléltem ezt a partit, és folyamatosan igyekeztem kitalálni, hogy mit lehetne lépni, milyen terveket lehet megfogalmazni az adott állásban. Bevallom, nekem nem sikerült, nekem nem illik a stílusomhoz az ilyen vad kombinációs játék, ezért meg szeretném kérni Pétert, nagymestert, hogy mutassa be nekünk ezt a partit egy igen magas szintű elemzéssel. Hát, köszönöm szépen. Igen, tehát ahogy szoktuk mondani, egyik szemünk sír másik nevet. Itt ebben a partiban ugye a játékosunk vesztett, viszont egy fantasztikus partit láthattunk. Tehát az igazi cselljátéknak az alap elvei jöttek elő, és minthogyha egy 50-100 évvel korábbi időszakban érezhettük volna magunkat, olyan jó kis partit fogunk most látni. Világossal Pegykó Zoltán játszott, Miskolci kisbocsok kitűnősége, Hideg Gábor ellen, és ugye E4-jel kezdett fehér, amire C5-tel ugye a szicíliai védelemet választotta a fekete, és itt B4-jel egy nagyon érdekes, hogy egy gyalog áldozattal találkozhatunk. Ja, ez a támadó, vattámadó játékosoknak igazi olyan állás, ahol tudnak támadni. És ugye, hogyha elfogadják ezt a gyalogáldozatot, akkor ugye A3-mal még egy gyalogot, ugye az AB vonalat akarják ott megnyitni, és egy nagy centrum fölényt kiharcolni ugye majd D4-jel. Tehát ez az alapötlet, alap célkitűzés, és egy gyors fejlődés után ugye sokkal könnyebb a játék a fehérnek. Van egy gyalog hátránya, de viszont annyira taktikus az állás, hogy az nem szokott ilyenkor számítani. És ugye van egy stabil centrum a világosnak, hiszen a gyalog áldozattal elhárította a C-ot gyalogot, ami a D4 pontot ellenőrzi. Hogy lehet elhárítani a szicíliai cselt? Hát ez többféleképp is lehet. Tehát ugye vagy ugye meg lehet, és akkor ezt is lehet jól játszani, ezt a változatot is szokták. De a legegyszerűbb, hogy én már láttam olyan partit nyerni elég simán feketén, amikor B6-ot léptek, és gyakorlatilag fehér nem tudott. Nem tudta azt a játék stílust kamatoztatni, vagy játszani, amit ugye gyalog áldozatokkal szoktak játszani, és B6-tal egyszer megvédjük a célja. Gyalogot, ha leüt, akkor visszaütünk, és akkor maradt az a dinamikus állás szerkezet, de nem kapja meg a centrumot világos, tehát ott egy elég erőteljes pozíciós harc is kialakulhat, hogyha egyszerűen nem fogadjuk el ezt a gyalogot, hanem B6-ot lépünk. Itt ugye fekete elfogadta, C üti B4, jel, ugye amire jött a 3, ugye és itt jött D5. Ugye ez azt szokták mondani, ez a legerősebb, legjobb védelem. Ugye itt többször betolnak E5-tel, ugye, és nem ütik le, és de arra ugye meg futó F5 következik, és akkor majd E6, és ki tudott fejlődni a rosszul álló C8 futó. De világos, itt most más tervet választott, E5 D5. Következett, amire vezérüti D5-tel ugye kijött a vezér. Ugye itt lehet egy olyan taktika, a gyalogot nem lehet ütni B4-en, mert a vezér E5-tel a centrumba
megtámadja, igazi kettős támadás alapelvét fogjuk megnézni. Ugye E5-tel a király, az E1 király támadja a vezér, és az O1 bássát egyszerre. Tehát ezt a gyalogot tilos ütni, viszont futó B2-vel, ugye kifejlődik világos, nagy átlóra helyezi ezt a futót, és ugye a gyors fejlődésben bízik. Huszár C6 következett, ugye ezzel megvédte a B4 gyalogot, A üti B4 jött, amire huszár üti B4 érkezett, és erre huszár C3-mal, ugye, amiről már beszéltünk, egy hatalmas tempót nyer. Világos, úgy ugrik ki a huszár, ugye támadja a vezért, és nem engedi, hogy a többi tisztjét fejlessze fekete. Vezére őt sakk következett. Ugye az ember úgy gondolja, hogy most ellenkötés hoz létre, ugye a B2, C3, de igazából ez még mindig a B2 futónak az átlójába helyezi ezt a vezért. Futó E2 jött. Logikus lépés, ugye vezért nem cserélünk. Futó G4. Ugye a fekete fejlődik, és ez is nagyon jó lépésnek tűnik. Ugye igazából világosnak nem nagyon van más, huszár F3-at kell lépni, ami nagyon jó lépés, ugye ismét fejlődik. Futó üti F3 következett, amire ugye csak G-gyaloggal üthetünk, tehát szétszette igazából a fekete stratégiailag, ez se tűnik rossznak, ugye G üti F3-mal vissza. És úgy tűnt, hogy itt most, ha fekete ki tudna fejlődni, akkor sokkal jobban állna. Tehát egy huszár F6, E6 vagy G6, futó G7 sánc után szinte nyerve lenne fekete magasabb értelemben, de egész egyszerűen erre nem maradt ide, és nem tudta ezt kihozni. Most E6-ot lépett, fekete, ugye érthető. Ugye. Szeretne kifejlődni. Igen. És mi lett volna a megdöntése vezér F5-nek? Vezér F5-re valószínűleg, hát én huszár E4-et léptem volna, vagy még kérdés az, hogy futó B5 sakkot beadjuk-e. Mert ugye akkor, hogyha király D8-at lépek, akkor ott azért nagyon rossz helyen van a király, ha meg a huszárra visszamegyek, akkor meg ugye F5-ön nincs helye a vezérnek. Tehát én úgy gondolom, hogy és akkor ott vezér E2-vel jöhettem volna. De huszár E4 is jónak tűnik amúgy, mert nem engedi fejlődni a futót, ugye a G7 pont védelme miatt. Bástya G1, G5 is lehet esetleg. Ezért F5-re huszár E4 is egy jó lépés, én úgy gondolom. De mondom, a futó B5-nek is lennének hívei. De ez, itt nagyon sok lehetőség van, ugye kinek mi az, ami az erejét, vagy ugye melyik lépés az, amelyik tetszik neki. Hát igen, akkor azzal ugye vezér F5-te még mindig nem fejlődik fekete. Én lehet, hogy huszár F6-ot léptem volna még mindig, hogy kifejlődjek, egy tiszttel csak kintebb vagyok. Ugye erre most jött D4. Ugye, és most már fenyeget futó B5. Igen, vezér D6, ez meg is jött, ugye? És itt ugye az E-vonalról elzavarta a vezér, tehát a kötés feloldódott az E-vonalon, vezér D6 következett, amire futó B5 sakk, nagyon jó lépés volt, ugye megint nem engedi, hogy fejlődjön fekete király, ugye a lovam F6-on lett volna, akkor talán esetleg huszár D7-tel jöttem volna vissza. Így az egyetlen lépés huszár C6 volt. Tehát visszaszorul a kint lévő huszárunk. Igen, huszár C6 következett, és erre ugye ami az alapelv, és ezeknek az állásoknak az alapelv, hogy nyissuk rá azonnal az állást, ugye, mert a nem játszó tisztek, még az A8 bástya se játszik, a H8, G8, F8, ugye fejletlen fekete figurák, tisztek azokat kihasználni, ugye úgy, hogy megnyitom, és az én tisztjeim meg persze természetesen játszanak végig. D5 következett, ugye nincs más, mert fenyegetem a lovat leütni, E üti D5 jött, és erre nem ütötte vissza, hanem elsáncolt világos. Ugye ez akkor lenne feketével veszélyes, ha tisztekkel tudná támadni ezt a meggyengült királyállást, de ugye egy tiszt sincs a közelben, egyedül a vezér távolról figyeli ezt a királyt, az én bástyám meg azonnal érkezik az E-vonalra. Tehát eddig már áldoztam egy gyalogot, most beáldoztam még egy gyalogot, és gyakorlatilag az összes fehér tiszt támadja a fekete haderőt, és fekete nem nagyon tud kifejlődni ebből. D4 következett. Ehelyett nem lehetett volna esetleg mást javasolni? Hát de, mindenképp lehet, de arra ugyanúgy bástya egy huszár üti D5 jönne. Tehát nagyon nehéz
Mindenképp, tehát valahogy ki kellett volna fejlődni futó E7, de akkor arra lehet, hogy huszár 5 ID5, vagy huszár F6, nem tudom. Szóval szörnyűnek. Az a baj, hogy ugye, ha például futó E7, bástya 1, nem tudsz huszár F6-tal fejlődni, mert futó A3-mal az E7 futót ugye elvitték. Tehát valahogy visszaadni, én mind a két gyalogot, vagy akár még egy harmadikat is csak ki tudja, el tudja sáncolni, be tudja fejezni a fejlődést, tehát a megnyitásnak az alapelvét tudjuk itt alkalmazni. Bástya egy sakk következett, ugye D4 biztos nem volt jó lépés, de itt nehéz jót lépni, futó E7, ugye ezt szokták azt mondani, hogy a gép megmondja, csak a gép nincs ott velünk parti közben. Ugye erre következett huszár E4, ugye egy újabb szép támadás következett, vezér G6 sakkal, ugye nyert egy tempót fekete, király H1 jött, de ugye most nem tud kifejlődni, ugye huszár F6-tal, mert egész egyszer huszár D6, huszár üti B7, tehát ott nagyon nehéz jót lépni, király F8 volt az egyetlen lépés, ugye kiment a kötésbe, megvédte a D4-et, de erre most futó üti C6-tal, ugye eltüntettük a D4 gyalognak a védőjét, vezér üti C6, és vezér üti D4-jel, ugye G7 pont felé kacsingatott világos, nem nagyon volt más, mint F6, nem tudom, huszár F6-ra mi lett volna, de valószínűleg az is nagyon rossz lépés lett volna, de talán ott még egy tisztel több van kint. Bástyüti A7 jött, egy újabb figura, és már is visszanyerte fehér mondjuk az áldozott anyagot, és tehát támadás mellett ugye nagyon nehéz. Igazából itt a H8 bástya és a G8 huszárnak a helyzetét kell megnézni. Egyszer azok nem játszanak. Tehát lehet itt egy gyalog, két gyalog előnye feketének, amíg nem játszanak a tisztek, addig egész egyszerűen semmit nem ér ez a két gyalog for vagy tiszt for. Bástya D8 következett, ugye megtámadták a vezért, vezére E3-mal visszajött fehér, bástya E8 jött, ugye, hogy fejlődjön a lóval, megvédje az E7 futó, de erre pedig vezér B3 volt nagyon erős lépés. A B7 gyalog felé, meg az A2 G8 átló nagyon erős ez a vezér. Huszár H6 következett, ugye az utolsó lovat kifejlesztette, bástyüti B7, de már fehérnek van anyagi előnye, és még mindig a H8 bástya nem játszik. Huszár F5 jött, amire futó A3 nagyon erős lépés, ugye azonnal ki akarja használni. Nem lehet leütni a futót, mert vezér F7 matt lenne. A király előtt ugye a futót eltereljük a hetes sor védelmétől, akkor a bástya vezér összhangja mattot ad. H5 következett, és erre pedig huszár G3-mal, ugye ami az E7 futót védte, az kiszedte az F5 lovat. Huszár üti G3, F üti G3, G5 jött, amire bástya B-ről leütötte az E7 futót, és itt fel kellett adni feketének kapitulát, mert gyakorlatilag itt azonnal vége minden téren. Ha leüti az E7-et, bástyával ütök vissza, és ugye F7 pont az eléggé védhetetlennek tűnik ott. Tehát ez szerintem egy nagyon jól sikerült parti, nagyon látványos, és tényleg a csehjátéknak minden formáját láthattuk ebben. Igazából a tisztáldozatot nem láthattuk, csak már de több gyalogáldozat és a fejlődési előnynek a kihasználása az nagyon tanulságos volt ebben a játszmában. Igazán meggyőző volt Petyko Ozolinak a játékvezetése. Én azt hiszem, egy ilyen parti megszemlélése után senki nem merészeli ellen elfogadni a csel változatot, a csel gyalogot, és hát sajnálom Gábort, hogy egy ilyen nagy küzdelemben veszített. Szerintem most nem sikerült neki. Tudjuk, hogy nagyon jó játékos Gábor, de hát néha még a legjobbak is veszítenek. Legközelebb, igen, majd. Nem ütjük le a B4-et, vagy B6-ot lépünk. Új terveket kell kitalálni. A második partink egy nagyon érdekes ilyen extrém megnyitást tartalmaz. Ugye egyre több az olyan játékos is, aki szereti az ilyen extrém vagáns
játszma elején már különböző meglepő, meghökkentő lépéseket alkalmazni. Ugye a magyarok közül az egyik legtipikusabb ilyen játékos, ugye Rapport Ihán, akinek a nyitását nézte el, tanult el, ugye itt a játékosunk, ugye Farkas Ádám világosra egy érdekes nyitást alkalmazott a miskolciak játékos ellen, Kovács Apollón ellen. De ugye ezt persze tudni kell, hogy ezt már régóta alkalmazták, ezt az 1B3-at, ugye azt is lehetne mondani, hogy a Larsen megnyitásnak is, de egyre többen és jobban játsszák ezt a megnyitás B3-at. Nagyon furcsa, különleges lépések is voltak már 1B3-ra, de azt majd a parti közben el fogom mondani. Tehát világossal Farkas Ádám játszott, sötéttel Kovács Apollón, és az 1B3-mal ugye világos, egy kicsit ugye azonnal, ugye nem a megnyitás alapelveinek az értékeit E4-el, vagy D4-el, vagy C4-el kezd, hanem egy kicsit ilyen várakozó lépés, ez is ugye itt feketének el kell dönteni, hogy mit szeret lépni. Érdekes, hogy a Rapportnak egyszer léptek itt A5-öt, A4-et, tehát ez egy nagyon érdekes, na ez egy még extrémebb, vagánsabb ugye, változat, hogy itt eszembe nem jutna A5-A4-et lépni, de feketével egy nagymester játszotta, és elég szépen azt nyert is a Rapport ellen. Igazából itt E5-öt, ugye D5-öt lehet választani, lehet huszár F6-tal is, C5-tel is, tehát sok választási lehetősége van feketének. Itt fekete most E5-öt lépte, ugye mire futó B2 következett, és ez az alapértelmezett cél, huszár C6-tól ugye ezt megvédte fekete, E3 jött, és ugye huszár F6-ra fejlődik fekete, teljes mértékben logikus lépéseket tesz, futó B5-tel ugye kifejlesztette ezt a futóját világos, ugye most le akarja ütni a C6 lovat és az E5 gyalogot, ezért D6-tal ezt megvédte fekete, amire D4 ugye ugyanúgy ugye megnyitotta a centrumot, és eljuti D4-re, ugye futó üti D4-et lépte. Világos? Én valószínűleg futó D7-et léptem volna, fekete A6-ot választotta, amire ugye megszerezte a futó párt, de nem nagyon tudta azt most még kiaknázni annak az előnyeit, tehát A6 következett, amire futó üti C6 jött, B-üti C6 jött, és huszár D2-vel világos folytatta a fejlődést. Ugye itt azt kell látni, hogy ebben a szerkezetben objektíve egyenlő az állás, tehát, de egy olyan különleges állás, szerkezetállás típus jön ki, ahol majd a középjátékban ugye a jobbik játékos nyer, én mindig azt szoktam mondani. Futó E7-tel fejlődött fekete, logikus lépés huszár E2-vel. Világos, elsáncolt fekete, elsáncolt ugye világos is, teljesen logikus, C5-tel ugye visszazavarta ezt a futót. Fekete, futó B2, és futó B7-tel ugye nagy átróra helyezte a világos mezőn mozgó sötét futóját Apollón. Huszár G3 következett, ugye ez F5 pont felé irányul, és ugye E4-gyel akarja ott a pontokat megszerezni. Vezér D7 következett, mire bástya E1, és ugye D5 jött, és itt ugye most egy picit ugye megélénkült az állás, E4 egy nagyon jó stratégiai lépés, ugye az az értelme, hogyha ezt leütné fekete, akkor huszárral visszaütném, és a vezércsere után ott a gyenge gyaloglánc, C7, C5 dupla gyalog, ugye ami elég jól támadható, ugye ott egyértelműen stratégiailag ott jobb végjátéka lehetne. Szétesik a sötét gyalog alakulat a vezérszárnyon. Igen. Ugye fehérnek, ugye ezért fekete inkább betolt D4-re, ugye nem akarta, hogy szétessen a gyalogsziget, erre viszont ugye C4-en kapott helyet a másik huszár, ugye huszár C4-jel, itt nagyon szép pontot kapott, amit meg is tudott szállni, bástya a D8 következett feketébe, F3 jött,
Tehát, hogyha ezt nézzük stratégiailag, ugye nehéz belekötni a fehér állásba, és a fehér lovak szépen tudnak ugrabugrálni ott a fekete haderőnél. Bástya F8. Megérkezett, amire vezér D3. Jött, majd fehér is hozza ugye a bástyáját, és esetleg majd C3-mal felszedi a D4 előre tolt fekete gyalogőrsöt is. Vezér E6 következett, amire bástya AD1. Jött, huszár D7-re pedig, ugye huszár F5, nagyon jó lépés, ugye huszárt kicsit előrébb, akkor azonnal az E7 futót, G7 pontot támadom, huszár F5 kifejezetten jó lépés volt, amire futó F8-al ugye elvitte a futót, és ugye a B7 futónak most nem nagyon van terepe, mert ugye nem lehet felszedni, tehát itt annak a futónak nem nagyon van játéka. Fehér viszont ugye C3-mal az alap tervét követi, és azonnal megbolygatja ott azt a centrumgyalogot. Ugye leütni, ugye vezérre is érdekes ütni vissza C3-as G7 pont felé, tehát valószínűleg az a legjobb. Tehát itt fehér egyértelműen, ugye, amiről beszéltünk, megnyerte a megnyitás után kialakuló középjátéknak a stratégiai csatáját. És ugye fekete egyetlen esélye, hogy valahogy taktikusan megbontja fehér állását. Ugye ezért G6-tal visszazavarta az F5 lovát, amire ugye huszár G3 következett, huszár B6-tal ugye megpróbálta kiszedni a jól álló fehér lovat, tehát fekete is azért jól játszik, D4-et is megvédte per pillanat, de huszár A5, mert ugye megtámadtuk a B7 lovat, a B7 futót, az A5 lóval, és ugye azzal valamit tenni kell, és most ő is ugye áthelyezte ezt a futóját C8-ra. Amire huszár E2 jött, ugye ennek az értelme az, hogy a D4 gyalogot azonnal, ugye nem lenne jó leütni C3, mert vezérüti C3, és a nagy átlónod gyakorlatilag vége a küzdelemnek, tehát a B2 futó C3 vezér az nagyon erős lenne, úgyhogy futó G7-tel megvédte, erre viszont futó A3 következett, és ugye a C5 gyalog gyengeséget vette szemügyre világos. Azt nem akarta védeni, ugye ott kötésbe került volna a vezér, vagy nem lett volna olyan jó, úgy érezte. Úgyhogy ezért F5-tel azonnal belekötött, ugye egy taktikus állás, de ez nem volt annyira jó lépés. Futóüti C5 következett, amire F-üti E4, ugye F-üti E4, visszaütött. Azt nem is értem, hogy vezérrel miért nem ütötte le ezt az E4 gyalogot szerintem. Valószínűleg a D4-et visszanyerte volna, ugye huszár C6-tal megtámadja a D8 bástyát, tehát leütjük a vezéreket, és utána huszár C6-t leütjük a D4-et, a gyalogforba játszott volna, de lehet, hogy nagyobb esélye lett volna feketének. Ő ugye a taktikába hit, huszár D7 következett, amire futó üti D4, és huszár E5-re, ugye vezér C2 következett. Ugye azt kell látni, hogy itt most futópár van aktív, de viszont két gyalog hátránya van feketének, és nem látszik, hogy hogyan próbál megtámadni. Vezér G4-gyel ugye jelentkezett, huszár F3 a cél, ez huszár G3-mal kivédte, amire H5 következett, és vezér E2-vel, ugye vezér cserére ajánlotta egyértelműen, ugye vezér G5-tel ugye megpróbálta a támadóállást fenntartani, fekete nem cserélt vezért, vezér G5 következett, amire vezér E3, és itt most már ugye leütötte a vezér T3-on, ami nem volt olyan jó lépés. Ugye nem tudom, hogy mi lett volna jobb, de hát itt már nehéz jó terve. Lehet, hogy vezér G4-en még ugyanúgy tovább kellett volna tartani a feszültséget ugye ott a királyszárnyon. Vezérüti E3 szerintem ez azonnal vesztett. Ugye futóüti E3 jött, és huszár D3-ra egy nagyon jó kis közbeiktatás jött, ez a futó G5 nagyon erős lépés. Tehát ez ugye nem enged, tehát nem tudja E1-et jól leütni, mert akkor ugye a D8 bástya visszaüti fehér. Következett bástya D7, ugye el kellett vinni a bástyát, és erre most bástya E3-mal egy nagyon jó helyre tudta vinni. Ezt elnézhette amúgy fekete, ezt a futó G5-öt. Futőüti C3 jött, amire ugye az A5 ló, huszár C4 következett, erre futó D4,
és erre bástya üti D3, futó üti E3, bástya üti E3, és ugye két tiszt maradt egy bástyáért, még két aktívat lépett fekete, amit leszerelt világos, bástya D1 sakk, király F2, bástya F8 sakk, bástya F3, bástya A1, bástya üti F8, király üti F8, és A4-jel nem adta oda az agyalogját világos, bástya B1, következett huszár D2, bástya B2, és király E3 után, az ott még foga is maradt az a bástya ott B2-n, futó E6, futó F6, következett bástya A2, huszár E2, ugye jön az újabb figura, hogy elfogja azt a bástyát, király F7, futó C3, C5, A5, G5, király D3, H4, huszár C1, bástya A3, huszár C4, futó üti C4, és király üti C4 után feladta fekete. Világosnak nagyon egyszerű, király üti C5, király B4 és a fekete bástya fogoly. Nagyon érdekes és jó partit láthattunk. A feladással együtt mi nekünk is fel kell adnunk a műsor folytatását, hiszen sajnos a rendelkezésünkre álló idő elfogyott. Köszönjük szépen a figyelmüket, remélem jól szórakoztak, viszontlátásra! Viszontlátásra!